Az Európai Minifutball Szövetség második számú klubtornáját, a Eurocupot az elmúlt héten Hajdúszoboszlón rendezték meg 20 csapat részvételével. A mezőnyben három együttes képviselte Magyarországot, egyikük a nyíregyházi Fáraó Bútor csapata volt. A Kormány Zoltán vezette együttes tovább jutott csoportjából, majd a későbbi ezüstérmes román Energy France elleni vereség jelentette a végállomást. Nagyon gazdag élményekkel tértünk haza. Egyik szemem sír, a másik nevet, mert szerettük volna méltóképpen képviselni úgymond Magyarországot, azon belül Nyíregyházát, ami félig meddig sikerült is számunkra. 8 közé jutásért sajnos kiestünk, ott a szerencsém múlott, egy gólos hátrányba kerültünk a 36. percbe, és már nem érkeztünk válaszolni. A Fáraó Bútor a románon kívül játszott izraeli, cseh és szlovák együttes ellen is. A csapatvezető nem mindig volt elégedett a látottakkal. Néha kifakadtam, mert a délelőtti meccsek azok jól sikerültek. Hát egy 6-0-al kezdtünk be egy izraeli ellenfél ellen, de sajnos utána nagyon elpáholtak minket, és fejmosást kellett úgymond eszközölni. Én is tanástalanul álltam a két mérkőzés között, hogy 5-6 órás úgymond differenciával, hogy tudott így kétszínűen játszani a csapat. Olyan értelemben olyanok voltunk, mint a szivárvány, tehát a délelőtti meccsünk az ragyogó volt, a délutáni meg egy katasztrófa, de így is sikerült, hál' Istennek, bejutnunk a legjobb 16-ba, ami ott azért. És most hozzátenném, hogy nem érdemeltünk vereséget, mert sokkal, nem magam fele hajlik a kezem úgymond, de sokkal jobbak voltunk, ezt a nézők is tudnák bizonyítani. Bár az ellenfelek között olyanok is voltak, akik profi körülmények között heti több edzéssel készülnek, a nyíregyházi játékosok számára így is élmény volt, hogy Magyarországot képviselhették a nemzetközi porondon. Valakinek lehet, hogy az első, de nem utolsó, de valakiknek, mivel azért vegyes csapattal indultunk, tehát több volt benne a kor osztályos, úgymond, így lehet, hogy nekik az utolsó volt. De szerintem élmény az, nagyon sokat gazdagodtunk, én is tanultam sok mindent, és megemlíteném még azt, hogy a Minifutball Szövetség, a magyar válogatott egy játékosunkat meghívta a keretbe, a Hatházi Sancit, aminek a csapat nagyon örül. A Fáraó Bútor a jövőben is szeretne hasonló rendezvényeken részt venni. Egyelőre azonban marad a nyíregyházi kispályás bajnokság, ahol a csapat az Old Boys első osztályban egy kicsit beragadt a bajnokság elején. A fiúk csapatnak számító Royal Birch viszont 100%-os teljesítménnyel áll a C csoportban.